Kedves nézőink, következik tehát a budapesti regionális torna döntője, amelyet majd a házigazda, a budapesti Honvéd fog vívni a Budafok kosárlabdaklub csapatával. Fölállnak most fényképezéshez, meg a köszöntéshez ide a csapatok. Persze háttal nekünk, de ez ne zavarja önöket, hiszen ötös zsűri azt, és ott van dr. Kencsef Plámen, a magyar kosárlabdázás emblematikus figurája. Érdekes mérkőzés lesz. A Honvéd magabiztosan legyőzte a MAFC-ot, még magabiztosabban a Budafok a megyeri tigriseket. A harmadik helyért vívott csatában viszont a MAFC győzte le a megyeri tigriseket. Úgyhogy annyit el kell mondom, hogy a Budafokban vannak olyan játékosok, például Geiger Zénó, aki U12-es játékos, vagy Algi Botont, tehát azért néhányan. Mind a kettő csapatnak megfelelő hosszú a kispadja, talán valami a hosszabb, nagyobb a merítési lehetősége Balog Istvánnak Budafokon. A két csapat edzője, Balog Istvánt ismerjük, ugye a Budafok mestere, és egy fiatal edzőnő, Kokavec Anna dirigálja a Honvéd U14-eseit. Tehetséges fiúkat láthatunk majd, és hát az is a cél, hogy ez a korosztály, ez a tehetséges korosztály olyannál nője ki magát, hogy majdan később közülük jó páran profitáljanak ebből, és a felnőtt magyar mezőnynek, netán a magyar válogatottnak is tagjai lehessenek. Egyébként a lelátón helyet foglalnak az újpestiek, a megyeri tigrisek és a MAFC is itt van. Itt a Nagy Péter, a MAFC felnőtt csapatának vezetőedzője, egy pár szakember azért eljött, és megnézik az utánpótlásnak ezt a jeles tornáját. A játékvezetők most már integetéssel és a dudaszó elhangzása után karmozdulatokkal is jelezték, hogy nem sokára várják az ifjúrakat a küzdőtérre. Mik az esélyek? Hát az első két meccs alapján nehezebb ellenfel volt a Honvédnak a MAFC, mint a megyeri tigrisek a Budafoknak. Éppen ezért nem egyértelmű, de egyelőre esélyesebbnek tűnnek a budafokiak a mutatott játék alapján. Egy kiváló utánpótlás képző klub a Budafok, ezt mindenki tudja, nagyon sok nagy kosaras indult innen, például a Csarnok névadója Simon János is Budafokról indult. A Honvéd viszont a felnőtt bajnokságok királya, bajnoki és kupa győzelmet tekintve is rekorder. Ez hát az előzetes, és akkor nézzük, kik jöttek fel a küzdőtérre. A Honvédból Székely Ádám 89-essel. Itt van 87-essel. Füzi Bernát. Ennyingi Zsombor 89-essel. Ugye a Székely Ádámot már említettem. 72-essel Szalai Kristóf. Talán az egyik legmagasabb a mezőnyben is. 54-essel Kovács Barnabás a Budafoknál, 44-essel az első meccsen jó játszó Makra Zétény, ott van Lacka Barnabás, egy hosszú indítás, ami most nem sikerült, Lacka Barnabás felé éppen, ott van 55-össel Hamza Huba, és az első támadás végén az első zicser és az első pont, aki dobta, a jó játszó, az első meccsen is jó játszó Lacka Barnabás testvére, Lacka András is a csapat tagja, de most nincs a küzdőtéren. Itt van viszont Szűcs Zalán, 59-esre, és ezzel elmondtam a két csapatot. A büntető nem jó, a lepattanó, Szűcs Zalán és a Honvédé, végül is a Honvéd szerezte meg, és lehet áthozni a Szalai Kristófnak. Szűcs Zalán a nagy harcban, és a labda továbbra is a Honvédé. Szalai Kristóf és Szűcs Zalán külön meccse volt ez. Két magas, jó felépítésű fű, talán erősebb egy kicsit Szalai Kristóf. A bejátszást elhappolják a budafokiak. Geiger Zénó indul meg. Nagy passz Szűcs Zalán, de egy kicsit rosszul vette át Zalán, és most becsapdázzák, szabadulnia kell a labdától. Nem, három másodperc, így van. Kicsit eláldogált Zalán, nyugodtan megvárhatta volna a villamost, esetleg az érkező fagylaltos kocsit. Itt van megjobb Magaméri, ki fagylaltját Magaméri, még ő is ideért volna, addig áldogált Zalán, és hát ezt lefújták a játékvezetők, Honvéd játékosok zicserben, de ez a támadás nem igazán jól sikerült, mert Kovács Barnabás kicsit hezitált és kivárt, úgyhogy jöhet most majd a Budafok. Hibák egyelőre mind a két oldalon, idegesen kezdtek, 2-0-ás Budafok előnynél.
Zétény indul meg, és egy óriási szóló végén kihagyta a kihagyhatatlan. A túloldal viszont honvéd lehetőség. Lelassult a támadás mindenképpen Füzi Bernát. Elszedték tőle, és ott az indítás. Hamza Huba biztos kezű volt a megyeriek ellen, most kihagyta. Aztán nem tudta rátenni a fiatal Geiger Zénó, aki mondom még U12-es korosztály, mert szabályt alkottak vele szembe. Hát Hamza Huba biztos kezű volt a megyeri Tigrisek ellen, de hiába ez a döntő itt nagyobb a tét, és ezáltal most talán megremegett az ő keze is. Geiger Zénó dobhat. Dobása szép ívű, de nem jó. Menjünk a lepattanóért, mondja Balog István. De nincs lepattanó, kosár van. Nincs kosár, mert szabálytalan büntető dobás miatt maradt a 2-0. Egy rossz indítás, budafoki labdaszerzés. Ismét Geiger Zénó letolja oldalra, onnan el kell dobni, és nagyon szép pont, aki elérte, Lacka Barnabás. 4-0. A letámadás, ez nagyon megzavarta a megyeri Tigriseket. A Honvéd azért keményebb csapat ennél, viszont elvesztették a labdát, Hamza Huba szerezte meg. Lacka, gyorsabb ellenfelénél Lacka, és faltolják. Én az ártatlanság vélelmét Füzi Bernát is azonnal megreklamálta, hát én ártatlan voltam, nem ütöttem ekkorát rá. Azt mondta Kokavec Anna, igaz volt, jó ítélet, menjünk, figyeljünk a lepattanóra. 4-0-as Budafok előnél Lacka dobhat. És Lacka büntetője lecsorog az oldalfalról. Újra Lacka. Ez bent van. Honvéd akció. Tóth Bendegúz tette tovább. Aztán várná vissza, de kiszorították Bendegúzt. Nincs dobóhelyzete most a Honvédnak. 10 másodperc még a támadóidő. 9-8 elvesztették, és Lackával szemben szabálytalankodtak. Ott volt a lehetőség. Egy pillanat a Tóth Bendegúz szabadon volt. Nem kapott labdát, aztán kiszorult a palánkol a Honvéd. Volt át a 8 másodperc, és ezt elidegeskedték a piros-fehér csíkos mezesek. Jöhet bizony Zétény, Makra Zétény kitette oldalra, és egy távoli Geiger Zénó dobás, ez gyenge, viszont pekére, nagyon nagy pekére, hozzáért a honvédos fiú Szalai Kristóf, kiment kezéről a labda, és időkérés a la Kokavec Mónika, amiket mondok, Kokavec Anna, elégedetlen, hiszen 5-0 arányba vezet a Budafok, nem azzal elégedetlen, hogy vezet az ellenfél pusztán, hanem azzal, hogy támadásban, hát hogy mondjam, fiai elég határozatlannak bizonyultak itt a palánk alatt, több eladott labdájuk is volt, és ezek az eladott labdák azért megbosszulhatták volna magukat. Nem bosszulták meg, mert a Budafok sem dobott be mindent, de azért az 5-0, mindesetre vezetnek. Hát Kokavec Mónika féltérden, és magyaráz a srácoknak, hiszen ennél azért többet várt az első percekben a csapatától. Hát még egyszer mondom, az utánpótlás az U14 budapesti regionális döntőjét láthatják majd most. Nem tudom, ugye fiatal játékosok, sok mindentől függ, merre vezet az életútjuk, de majd meglátják a véget ér a mérkőzés is, és nem tudom, kit jelölnek ki az edzők, hogy esetleg riportozzunk a srácokkal, hogy sok tehetséges fiatalt láthatunk köztük. Én nagyon-nagyon kívánom a magyar kosárlabda miatt is elsősorban, hogy ezekből a tehetséges fiúkból nem mindenki morzsolódjon, nem mindenki adja abba, maradjon egy-kettő vagy 3-4 olyan fiú, aki egész elviszi mondjuk az NB1-ig, NB1-ig, és esetleg korosztályos válogatottakig is. Újabb sürgetés, most már jönni kell a Honvédnak is, és Kokavec Anna vezetésével és iránymutatás alapján felküldvén a fiúkat a küzdőtére jöhetnek is a piros-fehér csikosak. Azt mondja Balog István, addig nem kaphatunk pontot, amíg nincs meg a négy csapat váltunk. Hát kíváncsi vagyok, végre tudják-e hajtani játékosai ezt az utasítást. Pontokat kell dobnunk, mondta Kokavec Anna. Jó védekezés most a Honvédtól. Ez viszont egy nagyon nagy bejátszás, és egy remek pont, aki dobta, Szűcs Zalán.
Megint a letámadás. 7-0. És labda te kemény tartottad, és micsoda kemény harcna. Látják, 14 éves korosztályban ilyen harc megy a labdája az első negyedben, 6-22-nél, amikor 7-0 az állás. Na ez a hozzáállás. Ez kell, hogy átplantálódjon a srácokba egészen utánpótlás és felnőtt korukig. Nagyon jó zavarás volt Zalán részéről, Szűz Zalán részéről a labda a Budafoké. Geger, nagy bejátszás, de Zétény kezéből, Makra Zétény kezéből kisodorták a labdát. Jöhet a Honvéd. Hát ez egy elég hanvába holt kísérlet volt, mint indítás. Bosszankodik is Székely Ádám, mert ezt elrontották. Jöhet a Budafok 7-0, 5-46 van még a negyedből. Hamza a labdában. Lacka. Ügyes technikás játékos, szép betörés után nagyszerű pontot dob. Lacka Barnabás. Mondtam, hogy a korosztályos válogatott küszöbén áll. Megint egy lépéshiba. Igen, elidegeskedi a Honvéd, most Székely Ádám másodszor követett el hibát. Aztán Geiger Zénó. Ő fiatalabb korosztály, de nagyon jó, technikás, ügyes fiú. Ismét Hamza beviszi és bedobja. 11-0. A letámadás után Budafoki lehetőség kimarad, de utána Hamza húba pontja. Egyébként előbb nem Hamza, hanem Lacka dobta be, bocsánat. És jöhet a Honvéd. Elrontott labda, itt a lehetőség. Hamza várja Geiger Zénó átadását. Geiger most teszi, de rosszul. És megindulhat a Honvéd. Rossz labda átvétel, aki elrontotta, Kovács Barnabás. És Lacka elől szépen a visszafutó Szalai Kristóf tisztáz. 13-0-ás elő. Makra Zétény fut üresbe, és kapja is a labdát. Szép csellel jön el. Hamza, Szűcs. Talán előbb dobni lehetett volna. 10 másodperc a támadóidő. Távoli tripla, nagyon gyenge. Ez most nem volt méltó Lacka Barnabás játékához, azt kell mondjam. Ezt nagyon elméletezte a fiú. Bizony elméletezte. 13-0-nál is elégedetlen Balogh Mester. Szűcs Zalán tisztázott. Jó labdaszerzés volt, Hamza. Makra Zétény azonban elcsúszott, és jöhet a Honvéd. Végig lehetett volna menni, ott a dobás, és ott a pont. Nagyon szép akció végén. Füzi Bernát pontjával 13-2. Makra Zétény. Szépen szerelték Makra Zétényt. És Kovács érkezhet. Kovács Barnabás, végig kéne vinnie. Végig viszi, de nem dobta be, és a lepattanó Lackáé. Lacka és Makra, 2-1-ben, 1-1-ben megoldja Lacka. Megoldja bizony, 15-2. Honvéd akció. Nagy ívű dobás, de lejön. Lacka leszette, megindul a Budafok. Makra Zétény. Hamza. Szépen csavarja vissza. Nagyon szép pont. Ki dobta? Hamza Huba. 17-2. Meg lehet ez még Honvédnak, Kovács Barnabásnak. Őt azonban beérték, könnyedén szerelték. Geiger Zénó. Épp labdavezetése jön el Zénó. Szűcs Zalán nem dobott, Geiger Zénó sem. 6 másodperc beviszi, nagyon szép pont. Geiger Zénó, 19-2. A kisember nagy percei.
szólok önöknek, mikor két percen belül vagyunk, most vagyunk két percen belül. Makra, nagy szóló, szabálytalankodott vele, Szalai Kristóf. 1.53-mal a vége előtt, 19-2-es magabiztos első negyedbeli Budafok vezetés. Makra Zétény dobott, bocsánat, de azt akartam már nézni, hogy ő dobta a pontot, de nem dobta a pontot, mert Makra Zétény labdája kijött a gyűrű hátsó falára. Budafokon az Zétény keresztnév jól cseng, hiszen a budafoki atlétikából Barta Attilától indult Dombi Zétény, a kiváló futó is. Na nézzük most Makra Zétényt. Geiger Zénó. Azt is mondhatnám, Zénó tolerancia volt vele szemben, nagyon keményen faltolták 19-2-nél. 1-0-2-0-5 van még a negyedből, és dobhat Geiger Zénó. Ez a dobás sem sikeres, ez tényleg bal szerencse. A lepattanó megvan Szűcs Zalánnál. Lacka. Szép hívű, szépen kiemel dobás, 21-2. Honvéd akció kibontakozóban. Kovács teljesen egyedül, abszolút zicser, és egy gyönyörű, szépen visszérő játékos, Makra Zétény. Teljesen szabályosan szerelt Zétény, pedig ott volt kosárra éhesen Kovács Barnabás. Kicsit talán, mint egy álmából felvett szicíliai borászgazda, úgy emelte a labdát, és még odaért Makra Zétény. Egy távoli dobás, ez nagyon rossz. Visszaszerezheti, Honvéd vissza is szerzi, de akciót nem tudnak indítani. 35 másodperc van hátra. 21-2-es budafoki előny. Lacka jól osztotta le Hamzahuba, elegánsan tette föl, de kihagyta Szűcs Zalán, ő is kihagyta. Lacka Barna. Szép befordulás után, szép pont, a legeredményesebb játékos Lacka Barnabás. El kell dobni Kovács Zitzerben, és kihagyta, ez a negyed vége. 23-2-re magabiztosan vezet a Budafok, úgyhogy innen folytatjuk a másodikban egyelőre magabiztos papírformát ígérő budafoki győzelem körvonalazódik. Következik akkor a folytatás. 23-2-es, nagyon magabiztos budafoki előnyről nézzük. Változtatott Balogmester, kiket küldött fel most a pályára. 58-assal Lacka András, a másik Lacka. 56-ossal Szigeti Soma, szintén egy ponterős játékos. 16-ossal a kis fiatal U12-es Alagi Botond. Ott van mellette 22-essel Marosi Ádám. És ha jól látom, akkor miért ne látnám jól, Fazekas Kovács László. A Honvédban Timák Milán, Hutás Levente, Rauhoffer Patrik, 91-essel Hanga Erik, és 86-ossal nem más, mint Mitle Bendegúz. Erőteljesebb felépítésű játékosok most a Honvédban, de ott egy lehetőség a Budafok előtt. Ez a lehetőség azonban kimaradt, aki kihagyta, nem más, mint Marosi Ádám. Nagyon szép középtávoli, aki bedobta, nem más, mint Lacka András. Lackák ma jó formában vannak. 25-2-nél. Szép szerelés Marosi Ádám. Kikapta az ellenfél kezéből a labdát, és utána már csak szabálytalankodni tudtak vele, ezt remekül csinálta Ádám. Szigeti Soma.
Jól játszott a megyei Tigrisek ellen Soma. A másik lacka, az a Laszka András, nagy szóló végén kiagyott kis zicser. Alagi. Ő viszont bedobta. Alagi Botond. Bendegúz, Levente, Zsombor, Zétény, Botond, Csongor. Van itt minden. Soma, Zalán, tehát régi magyar nevek. Tárháza mind a két csapatban, ahogy azt ennél a korosztálynál azért ma már megszokhattuk. Jöhet majd a Budafok Alagi Baton révén. 27-2. Egy kis cipőfűzés. Ezek az Kovács László. Ez nem volt sikeres dobás. Bizony. Marosi Ádám ezt elhívászta, és jön a honvéd. Eddig. Ez szép labda volt, és a labda átvétel megvan, és utána a kosár is megvan. Hanga Erik ezt megérdemelte, ezt a pontot. Kiküzdötte magának, kiverekedte magának Hanga Erik a lehetőséget, és be is dobta a labdát. Rossz Budafok indítás, után honvédos labda kihozatal következhet, majd előbb jön a Budafok. Na nézzük az indítást, nem koncentráltak a honvéd játékosok, Alagi Botond lép el, és elegánsan dobja a labdát. Azt mondta a Kokavec, annak koncentráljátok, kifogja azt a srácot, és ahogy kimondta már is, az a srác megindult és pontot dobott. Egy nagy szóló egyébként, amelyet Falt állít meg. Dicsérjük meg Timák Milánt, aki remekül szágúdott végig a pályán. A honvéd jön oldalról. Utást Levente. Hanga Erik. Nem volt jó kísérlet. Könnyedén hárított a budafoki védelem. Fazekas Kovács. Jól forgolódik, és a jutalma, hogy büntetőt dobhat kettőt. Talán előbb passzolhatott volna, de megcsinálta egyedül, kiharcolta magának az iccelt. 29-6-os budafoki elő. Érkezik majd Sugár Botond. Szépen bedobta Fazekas Kovács László. Mind a két büntetője jó. Csere van, Sugár Botond váltja Marosi Ádámot a Budafoknál. Hanga Erik. Nomenesztóven kis szójáték, a Hanga hangyaszorgalommal gyűjtögeti a labdákat, és próbál a palánk alatt is használni csapatának. Erős felépítésű fiú, úgyhogy ilyen szempontból egyértelmű. Most azonban kivarázsolják a labdát a kezéből, összeszedi, és majdnem pontot dobott, de csak majdnem a lepattanó a honvédé. Távoli tripla, nagyon magas ívű, és nem volt rossz kísérlet. Sugár Botond szerezte meg. Jó indítás. Rossz labdavezetéssel fűszerezze bizony. Szigeti Soma ezt most elrontott egy kissé, bár ő jöhet, hiszen honvédos Vádliról került ki a labda. És aztán Fazekas Kovács duplája, gyenge, Sugár Botond beduplázza. 33-6. Hanga. Hát kinek adjam, srácok? Senki sem fut ide üresbe felém. El is adta. Budafoki zicser, és nincs pont, mert szabálytalankodtak Sziget is Somával szemben. Sziget is Soma dobhat. Büntetője nem jó, 33-6 továbbra is.
kezdődhet újra a Honvéd támadása, és folytatódhat is, de hát ez egy igen gyenge kísérlet volt. Tibák Milán maga sem gondolhatta komolyan. Előbb már talán az átadásban kellett volna gondolkodnia. Bevitte a sűrűbe, és ott tisztán nem dobhatott már. Ez egy nagy zicser Budafoki oldalú, és volt szíve leadni, bizony Lacka Andrásnak, hadd dicsérjük meg, és aztán szabálytalanság. Csere van, 22-essel visszaérkezik Marosi Ádám, és leül Fazekas Kovács. Két dobás, Alagi Botond. Szép büntető. 35-6. A második még jobb, 36-6. Botonnak Alagi még kicsit gyenge felépítésű, de technikájában már is a nagy egykori bizánci kaputörőt idézi. Tripla biztos és kripta biztos helyzet. A tripla elmaradt, a kripta bejött, hiszen nagyon könnyedén varázsolta a labdát Szigeti Soma. 38-6. Hihetetlen magabiztossága játszik a Budafok. Nagyon idegesen kapkodva a Honvéd. Megint egy nehéz átadás, hanga megfogja, és nem merték föltenni. Utás nem vállalta, hogy föltegye a labdát, a Budafok megszerezte. Szigeti Soma, nagy indítás, ott a lehetőség, és ott a kimaradt zicser. Ezt hogy hagyta ki Marosi Ádám, ezt Balog István sem érti. És 2 percen belül vagyunk a fél időig. 38-6-os a Budafok előny, de természetes, hogy Balog István sok mindennel nem elégedett, hiszen azért ilyen zicsereket nem szabadna kihagyni, mondja a mester. Kokovec Anna azt mondja, segítsetek egymástak és beszéljetek, hát anélkül nem lehet, mint a Néma Leventék, úgy játszotok néha, és ebbe igaza van. Egy érdekes, olyan félhorog megoldás. Rauhofer Patrik, 38-8. Lacka András eladta. Hanga. Nem lett volna ez rossz, egyszerűen nem igazán hitte Utás Levente, hogy utolérheti a labdát, pedig talán egy nagy szágódással elérhette volna. Marosi, jó labda és rossz labda átvétel. Jó labda, rossz labda átvétel, csere van. Fazekas Kovács érkezik, és 58-asan leül Lacka András. Szép labdaszerzés, Marosi. Ez a Szigeti Soma, bocsánat. Nagyon szép labdaszerzés után. Remek pontot dob, 2 támadásnyi idő, még már annyi sem. Megint budafoki labdaszerzés. Abszolút elaludt most a Honvéd védekezése. 48. Nem engednek a 48-ból, mondhatjuk, de a harmadik budafoki labdaszerzés is ül. Csak hát azért hozzá kell tennem, hogy Fazekas Kovács Lacit nem a gyorsaságáért szeretjük, bár eldőlt és vetődött, de a labdát el nem érhette, viszont beütötte a könyökét. A negyedik rossz indítás a Honvédnál, és ezt is a Budafok szerezte meg. 3 másodperc, 2, 1,7, egy arra van idő, hogy valaki bedobja és valaki a gyűrűre húzza, így is van, ezt próbálják megcsinálni. Ez azonban nem sikerült. 42-8 a félidő, magabiztos budafoki előny. Innen folytatjuk a harmadik negyedben, a második félidőben. Nézzük akkor a folytatást. Nagyon magabiztos 42-8-as Budafok előny. Kik jönnek fel a Budafoknál? 44-essel Makra Zétény, 7-essel Geiger Zénó, 59-essel Szűcs Zalán, 55-essel Hamza Huva és Lacka Barnabás. Tehát az alapcsapat, míg a túloldalon 91-essel a jójátszó Hanga Erik, 84-es Tiák Milán,
87-essel. Füzi Bernát 89-essel. Székely Ádám, és aztán Budafoki labdaszerzés. Lacka újabb kosara, és 84-essel itt van még közöttünk. A Timák Milánt már mondtam, bocsánat. 72-essel a labdát szerző Szalai Krisztóf, és aztán hanga kihasznált a testvéreért. Indítása sem rossz, még a honvédeből támadást indíthat, ha és amennyiben. Így nem, eladott labda Szűcs Zalán nagyon könnyedén szerezte meg. Makroz Étény. Jó indítás, Honvéd Zitzer, lesz ebből egy tripla, lesz bizony, és nagyon szép dobás, aki elkövette nem más, mint Székely Ádám, 44-10. Aztán egy szép horog, Lacka Barnabás, 46-10. Pontra ponttal válaszolt a Budafok. Jó indítás, ott a lehetőség, ott az ígyszer, így nem. Vonal, hú, de dühös Szalai Krisztóf, oda vágta a labdát, ezzel kockáztatott egy figyelmeztetést, vagy akár sportszerűtlent is. Lacka Barnabás. Gejge indul meg. Kicsúszott a kezéből, a kétszer szép volt, ez átadás akart lenni, vagy dobás, de egyiknek se volt jó. Makra szerzett volna a labdát, ha az a volna, ott nem lett volna. Csere hanga helyett Tóth Bendegúz érkezett 33-assal, ő is a fiatalabb korosztályhoz tartozik. U12-es korosztály még. A Honvédban. Hát ebből támadás nem sok lesz, sőt, vonal volt, jöhet a Budafok. Makra Zétén slalomozik, és nagyon szép pontot dob. 48-10. Mint éhes murénák között a menekülő angolna, úgy csiklott át a védelmen Zétény. Ez a honvéd indítás azonban nem jó. Nem dicséri meg most Kokavec Anna Füzi Bernátot, aki hát kidobta ezt a labdát. Nemes egyszerűsége az oldalvonalon túlra. 48-10-es Budafoki előn. Lacka Barnabás. Szűcs Zalán, beleáll egy dobásba. Jézus Mária Zalán, így lett jó gólpassz gyakorlatilag. Itt viszont két dobás. Rauhofer Patrik váltotta most Füzi Bernátot. Lacka. Nagyon szép büntető. 49-10. Maradt az 59-10. Érte 49-10, miket mondok már. Rossz labdavezetés után jöhet a Budafok. Makra, elszágultatott a szél, szabadember Hamza Huba, de nem dobta be a szabadember. Lacka Barnabás viszont bedobta. 51-10. Szűcs Zalán. Elvitte, de szabálytalankodtak vele szemben, nem nagyon tudják megállítani itt egy az egyben ezeket a budafoki betöréseket és előretöréseket. Időkérés alá Kokavec Anna, és hát el kell mondani, hogy
kirajzolódik az, ami a megyei Tigrisek ellen is, egy képzettebb csapat a Budafok. Egy-két olyan játékosan, most mondhatnám, Szigeti Somát, Lacka Barnabás, Lacka András, Hamza Huba, vagy Marosi Ádám, egyszerűen egy az egyben mindig, vagy kettő az egyben, kettő a kettőben megverik az ellenfelet, és így tiszta helyzeteket alakítanak ki, még akkor is, ha kiadják. Az ellenfélben, a Honvédban elsősorban Hanga Erik, aki fizikai erejét jó használja ki, aki jó benyomást tesz rám. Nagyot harcol Kovács Barnabás, Timák sem rossz, és néhány szép megmozdulása van azért Szalai Kristófnak is, aki próbálja fizikai erejét is kihasználni a labdáért folyó küzdelemben. Hát meglátjuk a folytatást. Egy biztos az, hogy megnyeri a mérkőzést a Budafok, azt nyugodtan elkövelhetjük, mert 51-10-ről nem hiszek akkora feltámadásban, hogy ez megfordulhatna az eredmény. Az arány kérdéses, és hát főleg nem is ilyenkor, nem az eredmény, a pontok a fontosak, hanem mennyit valósít meg egy csapat az edzői elképzelésből, mennyire tud taktikusan játszani, mennyire tud olyan technikai elemeket elsajátítani már fiatalkorban, amelyből aztán építkezhet fokozatosan korosztályonként. Na ez a nagyon fontos, és elsősorban fontosabb, mint bármely eredmény. Persze a fiataloknak egy ilyen tornán a sikerélmény is kell, a győzelem, hát meglátjuk. Szűz Zalán dobhat. Kihagyta a Zalán, de javíthat. A másik sem jó, Lacka leszette, és szépen teszi föl. 53-10. Ismét a letámadás. Annyira megzavarták a Honvédot, nem dobták a labdát letámadásba, jöhet a Budafok. Másodszor fordult elő ezen a mérkőzésen már. Ott van Hamza Huba. Szabálytalankodtak vele szemben. Aki hibás volt, nem más, mint Székely Ádám. Dobhat Hamza Huba. Na, nézzük. Annak idején azt mondták, hogy a magyar honfoglalásnak egyik fontos, de vicces elme volt. A mondás miszerint Huba szaki, jönnek a besenyők. Hát Huba Szaki, azaz Hamza Huba egyelőre jól dobta a büntetőt, a másodikat azért elrontotta, de az érkező Szűcs átdobta a gyűrűn. 54-10. Hát ha a besenyők nem is jönnek, de a Honvéd most jön Hubáékra, de a szabálytalanság is megvolt. Makra Zétényt látták szabálytalannak. Makra Zétény arca kész csodálkozás, hogy én szabálytalan lettem volna. Hát igen, egy kis lökés azért megvolt. Rossz labdavezetés után Szűcs Zalán, rendkívül gyors fiú. Szűcs Zalán, jaj, de rosszul dobta. Milyen rossz technikával, kedves Zalán. Igaz, hogy támadták. Hát Zalán futása megvolt, de Zalán dobása már nem volt meg. Úgyhogy Balog István elégedetlen is volt, hogy hát ezt azért másképp kellett volna megjátszani. Ismét a letámadás, amely annyiszor zavart okozott már a Honvéd labda kihozott a lábad, most is, bár most átjöttek a félpályán, és övék a játékszer. Kovács András, az ő kezéből is kisodolt a Lacka, de még mindig a Honvéd jöhet. Atya úristen, ezt kinek szántad, drága barátom? Nemes egyszerűséggel Füzi Bernát átdobta a pályán. Bocsánat, nem is Füzi Bernát volt az, elnézést kérek Bernáttól, Székely Ádám. Lacka, ő jól játszik, nagyon Lacka Barnabás. Hamza Huba kéri, de nem kapja. Előbb adhatta volna most Lacka Barna. És ki is hagyta az iccelt ráadásul. Aztán Geiger Zénó, a kisember előbújt a parketta alól, nem is lenne nehéz elbújnia ott, és megszerezte a labdát.
Tóth Bendegúz szabálytalankodott. Csere van, Mikle Bendegúz érkezik. Beült Kovács Barnabás. Hamza, zicserben, kihagyta. Geiger Zénó, remek labdaszerzés, Lacka. Kivárt és szépen bedobta. Szép csel után. A mezőny talán legjobbja most. Lacka Barnabás, 56-10. Rossz labdavezetés, és jöhet a Budafok. 1-25 van még a harmadik negyedből, hát a meccs réges-régen eldőlt. Az aránya kérdéses, mondom. Zétény, nagyszerű szóló, gyönyörű makra Zétény szóló. Nem vették talán komolyan, amikor megindult Zétény. Ott volt a folyosó, honvéd játékosok felvették az embert. Mindenki jutott ember, csak makra Zétényre nem. Jó indítás, de még jobb a szerelés. Hamza Huba, Szőcs Zalánnak. Szőcs Zalán nem kapott jó labdát, valljuk be. Jöhet Makra Zétény. Ott az itszer. Hamza Huba elsőre kiadja, másodikra is kiadja, de megy a saját lepattanójáért. Ez mindenképpen dicséretes. Harmadikra visszacsavarja, ez is kimarad. De ebbe igaza volt most a mesternek, és én is azt mondom, bal oldalról kétszer dobta jobb kézzel Hamza Huba, szinte hordozta magában a hibázás lehetőségét. Ez viszont nagy bejátszás, nagyon szép Lacka pont. 60-10. 66 arányban verte meg a megyeri tigriseket a Budafok, hát a Honvédot jobban megszórják, az biztos. Több pontot fognak dobni, hiszen 60-10. 7,9 másodperc van hátra, kettő dobás, Szűcs Zalán. Hát az első labdáját a légy lepetészte, egyrészt olyan lassú volt, másodszor olyan rövid, hogy még a gyűrűig sem jutott el. Szűcs Zalán ezt elmérte, talán moszkító szállt a szemébe itt az őszön. A másik labdája meg fölakad a palánkon, ez nem semmi. Ez egy emberes dobás volt. Na, valakinek le kéne szedni, jöhet egy másik labda. Még beljebb ütötték a fiúk a labdát, nézzük, a következő kísérlet nem jó, a játékvezető esetleg megpróbálkozik, nem, hanem végül is az érkező Hamza Huba varázsolta le a labdát. 7,9 másodperc, jöhet a Budafok. Na, ez kinek a kezéről ment ki? Ez a Honvédé. 4,9 másodperccel a negyed vége előtt. Bocsánat. Lacka, ki repült, mint a ragadozó madár, mint egy kabas ólyom, és elcsapta a labdát ki az oldalon túlra. Palánk alá egy bejátszás, de hát ez csak a nézőtérig megy el. 3,8 másodperc. Egy belöbölt labda után egy távoli kísérletre még futhatja a Budafok erejéből. Hamza Huba nem dobta be. Ez viszont már időn túli. 60-10, innen folytatjuk a negyedik negyedben. Következik akkor az utolsó negyed, és hát váltott lovakkal, ahogy szokták mondani, váltott játékosok a megy Balog István. Sugár Botond 58-assal, Lacka András, a másik Lacka, Fazekas Kovács, Szigeti Soma, és a 22-es Marosi Ádám, még a Honvédnál. Éppen Hanga Erik, aki elő elveszik a labdát.
Nézzük, mi lesz a támadás vége, aztán folytatom. Lepattan, Sugárboton, majd Lacka, ez viszont bent van. 62-10, tehát Szalai Kristóf, Hanga, Füzi Bernát és Kovács. Itt egy újabb pont, nagyon magabiztos pont. Lacka András. Hát mit lehet ilyenkor mondani, 64-10, uralja a játékot a Budafok, nem nagyon tud kibontakozni a Honvéd. Néha percekig nem tudnak támadást vezetni, és ezt általában pontokkal bünteti a Budafok. Fazekas Kovács távoli dobása rövid, de arra jár éppen az érkező, és nagyon jó, hogy arra járt Marosi Ádám. Könnyedén varázsolja a labdát a gyűrűbe. 66-10. Honvéd akció. Szép lefordulás volt Székely Ádám, de aztán megállt a tudomány. Füzi. Ez rossz indítás. És itt a lehetőség. Marosi megcsinálja az egy-egy. Gyorsabb, mint Hanga, de Hanga erősebb. Nem tudta kiszorítani. Marosi bedobja. 68-10. Jó indítás. Ott az ittszer. És ott a pont. Aki bedobta, Szalai Kristóf. 68-12. Nagyon jó védekezés után szép támadás, Lacka András. A jó letámadás ismét megvan, újabb pont. Újra Lacka András. Hanga, rossz indítás. Sugár, egyedül viszi be, nagyon szépen bedobja. Négy-tizenkettőnél megint eladja a Honvéd, most teljesen zavar a gépezetben. Nem dobta be a Budafok, de csak rajtuk múlott. Lacka. Lecsorog. Marosi volt, nem Lacka. Ez a Szigeti volt, elnézést, nem Lacka, és ott egy szabálytalanság. De előtte rossz labdavezetés. Csere van. Nyolcad négyessel Timák Milán állt be. 74-12. Sugárboton indíthatott volna, de egymaga vállalkozik. És be is dobja. 76-12. Szép pont, Marosi Ádám. 78-12. Facekasz Kovács, ott az indítási lehetőség, nem kapta meg Sugárbotond. Sugárbotond szépen fordul, ugyanúgy, mint előbb, a duplázás nem sikerült, de még ott a lehetőség, ez sem sikerült. Ez egyáltalán elrontott kísérlet volt, a Honvéd viszont ellencsapást indíthat, lesz egy távoli dobás, lesz bizony. Nagyon rossz távoli dobás. Nagyon rossz Timák dobás. Csere van. Lejött Szigeti Soma. És bejött a villámgyors Alagabotont. Fazekas Kovács átszlalomozott a védőkön, pedig nem a leggyorsabb fiú. Honvédosokat most elvagyta. Nagy indítás, ez be kell dobni, csak hogy lépés. 80-12. Na, ki kapja a bedobást? Ki a szabad ember? Fazekas Kovács. Szépen élt vissza Lacka András. Ott a szabad ember, Alagi Batond. Nem dobta be Alagi Batond.
Nagyon szépen beduppázta azonban. Nagyon szépen sugárbotont. Jó indítás. Már ezt be kell dobni. Gyerünk Milán, de Milán kihagyja a kihagyhatatlan. Ha néha az ittszerbe kerül a Honvéd, azokat is elhibázzák. Sugárbotont. A másik botont. Alagi botont. Ő is kihagyta. Hanga Erik. Honvédi a lepattanó. Nagyon ritkán szereznek támadó lepattanót, most szereztek. Távoli dobás nem jó. Az utolsó 4 perc kezdődik, 82-12-es Honvéd előny, miket a budafoki előny, és egy nagyon szép alagi botont pont. Ott az itt a túloldalon, de hátra ér a jó védekező Lacka András. Visszatér, rövidebb pihenő után Szalai Kristóf is. Közben időkérés. 3.44-jel a vég előtt, 84-12, nagyon magabiztos budafoki fölény, nagyobb fölényben a Budafok, mint a megyeri Tigrisek ellen, pedig Honvéd erősebb csapat, mint a megyeri Tigrisek, de most jobban összpontosítanak, most is adnak ki lehetőséget a budafoki fiúk, de ezért jobban összpontosítanak a gyors indításokra, az ittszerekre, és ez meglátszik az eredményen is. Természetesen Balog István most is talál kivetni valót, de hát erről nem arról van szó, hogy nem elégedett a csapat eredményével, nem az eredményességgel, hanem amiket megbeszéltek, és amiket úgy érzi, hogy végrehajtottak a játékosok, azért megdicséri őket, amit nem, azért nem, és ezt kihangsúlyozza. Ezt mondja a túloldalon Kokavec Anna is, hogy persze erősebb csapat, és meg fognak verni minket, de azért ilyen zicsereket, amit kétszer-háromszor kihagyott a Honvéd, azért az be lehetne dobni, hiszen dupla annyi pontunk lehetne, és ez igaz is. 84-12-nél jöhetnek majd a piros-fehérek. Egy szabálytalanság. Fazekas Kovács szabálytalankodott. Szigeti Soma érkezik majd most Marosi Ádám helyére. Tivák Milán nem dobta be ezt sem. Sugárbotond. Fazekas Kovács. Szép labdaszerzés és egy szabálytalanság. Nézzük, lesz ebből támadás. Szalai visszatette, ott a lehetőség. Lepattanó viszont a Honvédé. Ezt szépen csinálták, saját lepattanójukat, saját elrontott dobásukat korrigálva, ez sok. Ebből együtt pont, és ezért hadd dicsérjük meg mindenképpen Füzi Bernátot, mert ezt kiverekedte. Megérdemelte ezt a pontot, 84-14. Fazekas Kovács. Egy előnyt kovácsolt a lépés előnyből, és pontot a lehetőségből. 86-14. Gyerünk Milán, mondják. Ez nagyszerű átadás volt, de hát egyből gyűrűre kellett volna fordulni. Ez bizony szinte visszalépett Zice helyzetből, elrontott a Szalai Kristóf. Lacka. Nála is kimarad, azonban az érkező ember Sziget és Oma beduplázza. 88-14. Marosi Ádámének érkezik, és Kovács Sugárbotond jön le. Thank you.
Budafok jön a labdával, most én is azt hittem, hogy a piros fejérek a honvéd jöhet, de hát ezt rosszul hittem, a játékvezetők így ítéltek, egy pont, amelyik nem pont, mert lecsorgott, és a labdát óriási harcban Marosi megszerezte, de jöhet a Budafok. Szabálytalanság. Tóth Bendegúz volt szabálytalan. Labdaszerzés, mert eladott labda honvéd oldalról, Zitzer és bedobott pont a Budafokról, Lacka András. 90-14. Timák Milán, ő kozmetikázhat az eredményen, de dobása rossz ívű. Végig kell játszani a 14, a 16 másodpercet valahogy is van, és az utolsó másodpercet próbáljátok gól dobni, hát kíváncsiak meg tudják-e valósítani. Egy betörés, nem jó. Szigeti. Három. És ott a pont. Ott a pont az utolsó másodpercben. Nagyon szép pont. Marosi Ádám ezzel magabiztos győzelmet aratott a Budafok a Honvéd ellen, és magabiztosan verte a megyeri Tigriseket, és tehát megnyerte ezt a tornát itt a Tüzér utcai sportcsarnokban, a Simon János sportcsarnokban. Mi pedig lemegyünk majd, és néhány riportot csinálunk elsősorban a két edzővel, és az általuk esetleg kijelölt játékossal, vagy játékosokkal is, akik ezeket már nem várják meg, csak a meccs érdekelt őket, azoknak viszont látásra, viszont hallásra, de mi azért mi megnézzük, hogy miket mondanak majd a szakvezetők.